Sziasztok! Ez itt a Párásító, én pedig Charlie vagyok, akik pedig velem vannak. Ficsor Zoltán, ez az Fifika. És Pifko Krisztián. Üdv mindenkinek! Mi a helyzet? Mi történt veletek? Mit találtatok? Hát egyelőre gondolom, hogy nem mi ránk kíváncsiak a podcast hallgatói. Nem tudhatjuk. Hanem, hogy mi a helyzet az e-cigaretta egyre-egyre inkább rörös útján. Volt itt a podcast előtt egy kis beszélgetésünk, hogy mennyire járhatatlanok ezek a törvény, illetve hát nem is törvény, minek hívjuk ezt? Államtitkárok. Azek a jogi útvesztők mennyire járhatatlanok. Egyrészt fél év után sikerült elérnünk azt, hogy az Egyesület vezetése már a törvényszék szempontjából is lecserélődjön. Gyakorlatilag egy eddig ügyvezető volt a vezetőség, illetve azt látjuk és érzékeljük, hogy körülöttünk ugyanúgy foglalnak, illetve koboznak el nikotinos likvideket. Sőt, ugye van egy kószahír, hogy még eszközt is foglaltak le. Bár miután ez a fórumon megjelent, én felajánlottam az Egyesület segítségét, de erre érdemben semmilyen válasz nem érkezett, úgyhogy szerintem ezt kezeljük is így. Az nekem mindig fura, hogy ez már hát ez a második eset, és mindig föl lett ajánlva a segítségnyújtás, és utána nagy volt a csönd nagyon. Igen, hát még nem tudunk biztos, hogy addig kell foglalkozni a kérdéssel. Azt gondolom, hogy ez jó részt hangulatkeltés, de nem kell nekünk ilyen apró hangulatkeltés, mert azért a nagyvilágban történő dolgok éppen elég hangulatkeltők a számunkra. Azt csak tényleg halkan jegyzem meg, hogy Franciaországban 95%-os büntetőadóval kívánják sújtani az e-cigarettát. Időpontot tudunk? Ezt most jó belekérdeztél, mert valamikor a hét elején olvastam a cikket. Egyelőre szerintem ez tervezett, de az ottani vaper közösségnél nyilván kiverte a biztosítékot. Ugye egyrészt, hát ez majdnem olyan, mint a... Nem, a chipsadó az teljesen magyarázható. Tehát ezt nem tudom mivel magyarázni. Vagy van egy egészségesebb alternatíva, de ezt most jó megbüntetjük. Az értelmezhetetlen őrületek újabb darabja a sorban. Tehát. Ez a 95, ez pont annyi hajszára szerintem, mint a washingtoni tervezet egyébként. Azt gondolom, hogy ez, tehát a hülyeség nem ismer határokat. Tehát ehhez nem kell útlevél, nem kell szállítóeszköz, itt úgy látszik, hogy ezek teljesen pártállástól, országtól, nyelvtől, mindentől függetlenül nagyon jól tudnak mozogni. Egyrészt. Másrészt a hazai helyzet sem annyira egyértelmű. Mert amennyiben gyógyszer az e-cigaretta, akkor miért nem lehet a gyógyszertárban kapni? Amennyiben meg nem gyógyszer, akkor miért nem lehet egy normális kereskedőnél nikotinos likvidet venni? Nem tetszik a stílusod. Túl sok. Igen, mindjárt egy picit beherkelem. Az az már jó, ezelőtt jobban tetszett. Ez a bemelegítés. Szóval azt az áldatlan állapotot hogyan tudjuk fönntartani most már lassan másfél éve, ha jól gondolom, Krisztián? Igen. Mindig erősítsé meg egy kicsit. Igen, egészen pontosan másfél éve vagyunk. Másfél éve tudjuk fönntartani azt az áldatlan állapotot, hogy egy egészségügyi államtitkársági állásfoglalás nyomán gyógyszernek
kiáltottuk ki az e-cigarettát, de nem lehet hozzájutni. Szeretnék ma Magyarországon hivatalosan a pénzemért, azért, ami után megdolgoztam, leadóztam, szeretnék a pénzemért bárhol, bárhol ebben az országban gyógyszerként e-cigaretta után töltő folyadékot venni. Nem tudsz. És ne akarj. De akkor most mi van? Akkor gyógyszer? Nyilván. Vagy nem, nem gyógyszer? Te is tudod jó, hogy ez a parasztfakítás része az egésznek. Tehát nem arról szól ez, hogy egy legális utat találjanak a történetnek, hanem arról szól ez, hogy minél inkább ellehetetlenítsék és megnehezítsék szerencsétlen vapereknek a dolgát. Erről szól ez. Nem másról. Az Unió ugye ebben a történetben foglalt egy állást. Már megint azt mondtam, hogy történet. Nem fogom mondani, hogy történet. Ebben az ügyben foglalt egy állást, ami a gyerekkorom meséjére emlékeztet, ez a hoztam is, meg nem is. Tehát, hogy itt van a szita, benne a galamb, kinyitottam és kirepült, és akkor itt is volt, meg nem is. Tehát az, hogy csökkentett kockázatú dohányterméként kívánja kezelni a likvidet, de és amennyiben az adott ország meg tudja indokolni, hogy ez miért gyógyszer, akkor az gyógyszerré minősítheti, vagy akár be is tilthatja. Hát könyörgöm, akkor az Unió, mint egységes jog és normarendszer hogyan kíván működni, sőt, betilthatja határokon átívelő kereskedelmet, ami ugye azzal az egyszerű alapelvvel ütközik csak, hogy az áruk szabad mozgása. Tehát... Uniós alapjog, bizony. Ezt, ha jól emlékszem, nem akarok hülyeséget mondani, hogy egy angol Európa parlamenti képviselő poszt volt, és nem mondok nevet, mert nem, tényleg nem akarok hülyeséget mondani, hogy az egész folyamat az arról szólt, hogy ugye az Európai Bizottság teljesen, tehát így néha 5 másodpercre kihúzva a homokból a fejüket körbenéztek, visszadugták, és csináltak valami elképesztő bődületes baromságot, az eredeti ECG szabályozást, ami gyógyszerré minősítette volna. Ezt ugye aztán a októberben az Európa Parlament elkaszálta, és ment a háromoldalú egyeztetésre a történet, ahol a harmadik fél a jó barátaink, az Európai Miniszterek Tanácsa belépett, mint tárgyaló fél, és ugye a litván elnökség vezetésével oda csaptak egyet az asztalra, hogy hát milyen irányba mennek itt a dolgok, ez már pedig gyógyszer lesz. És folyamatában a dolog meg úgy nézett ki, hogy akkor mondták az EP képviselők, hogy de hát könyörgöm, megszavaztuk, nem lesz gyógyszer, akkor mi ezt nem fogadjuk el, akkor keresünk valami kompromisszumot. Na most a kompromisszum keresésnek az lett a vége, hogy visszavonult az Európa Bizottság, és előhozta a kukából ugyanazt a szemetet nagyjából egy kicsit átfirkálva, amit eredetileg ajánlottak. Erre természetesen a miniszterek tanácsa nagy boldogan neki állt bólogatni, hogy ha, hát igen, ezt mi már szeressük, és akkor szerencsétlen EP képviselők megint próbáltak menteni valamit, de a végeredmény az lett, hogy igazándiból kibaszták az ajtón, és visszajött az ablakon, mint a rossz porszívó kereskedő ez az egész őrület, és itt igazából nem az van szerintem, hogy hoztak is valamit, meg nem is, hanem nagyon-nagyon pofátlan szándékos módon átlőcsölték az egész ügynek a kezelését a tagállamokra, tehát úgy csináltak, mint akik csináltak valamit, de aztán rohadtul nem. Oldjátok meg, srácok, legyen a ti dolgotok. Ennyi. És még ugye a történethez hozzátartozik az, hogy utána ezt próbálták mosogatni, meg próbáltak az EB-ből válaszokat kicsikarni, hogy mégis ezt hogyan kellene értelmezni ezt a törvénytervezetnek nevezett kulimász, és ugye az volt az álláspont, hogy a tagországok kizárólag akkor minősíthetik mindezt gyógyszerré, amennyiben az megállja a bíróságon is a helyét, tehát rendesen jogi háttérrel meg tudják indokolni a történetet. Csak ez meg egy nagy bullshit, mert nálunk itthon Magyarországon valószínűleg röhögnek a markukba most az egészségügyi államtitkárságon, és dörzsölik a kezüket, mert nekik pontosan elég az az indok, amit a bíróság ugye kimondott, hogy már pedig nem így van, hogy gyógyszertörvény, gyógyszertörvény, és utána nagy boldogan hátradőlnek, és azt mondják, mint ugye a mai cikkekből jön is, hogy már rég erre gyúrnak, hogy látjátok, az EU is igazat ad nekünk, holott rohadtul nem erről van szó. Miért van nekem az az érzésem egyébként, hogy az Unió sem tudott mit kezdeni önmagával az eszközzel? Tehát az egész úgy néz ki, mint hogyha ha valaki így felszólalt volna, de szabályozni kéne a
az e-cigit is. Úristen, akkor mit csinál? Jó, de most készül a dohánydirektíva. Nyomjuk be oda. Igaz, hogy semmi értelme a dolognak, de próbáljuk meg ráhúzni. Félreértés ne essék, szerintem ma Magyarországon egyik vaper sem azon berzenkedik, hogy ne legyen gyerekzáras kupak, hogy 18 éven fölöttiek juthassanak csak hozzá, hogy ismert összetevőkből álljon, hogy rajta legyen az összetevő, a nikotin mennyiség, tőlem azt is ráírhatják, hogy a nikotin méreg, rakhatnak rá rózsaszín tüdőt, mert a feketét nem tehetnek, mert nem olyan lesz tőlöttől. Bármit megtehetnek, 80%-ban elrettentő címkék, egyébként meg ahhoz nem kell semmi, csak ki kell adni egy-két dizájnernek, és az 80%-ban elrettentő lesz egyébként is. Bármit megtehetnek, csak lehessen végre legálisan ebben az országban nikotinos likvidhez jutni. És ne 50-szeres áron, hanem olyan áron, amivel versenyképes, nem annyira káros alternatívát tudunk ajánlani a cigaretta helyett. És hagyjon már föl mindenki ezzel a baromsággal, hogy de annyira féltik az én egészségemet, hogy szívhatom nyugodtan egyébként a sokkal, de sokkal százszor károsabb cigarettát, de az e-cigaretta az rettentő. Az borzalom, abba belehalsz, megiszod, bármit csinálhatsz vele, az hihetetlen. Tehát ez a hülye történet, hogy a gyerek oda megy, tehát valaki kóstolt már nikotinos likvidet a tisztelt törvényhozók közül? Mert ha megkóstolta volna, akkor tudná, hogy annak ellenére, hogy eper ízesítésű, a nikotin úgy fogja csípni a nyelvét, hogy azt abból nem fog lenyomni 10 millit, 20 millit, 30-at. Na de itt tehát jön azt... a képbe egyébként a, nem tudom melyikötök írta be a show notes-ba, a demisztifikáció is. Én tehát voltam. Addig, igen. Addig akkor, amíg mi tudjuk, hogy mi a hatása károsabb-e a ciginél, egészségesebb-e, nikotin, rákkeltő-e vagy sem, be van tiltva, nincs betiltva. Amíg ezt mi elmondjuk zárt körben, hogy mi van, addig nekünk jó. De az, aki csak annyit tud róla, hogy alternatíva, az nem tud róla semmit, csak azt, amit a nagy plénum előtt nap mint nap lehet hallani, mondjuk a televízióból vagy a rádióból, és ott meg mit hall, ti is tudjátok. Szócskákat hall. Na, mondjuk. Hogy rossz szó vicceljek. Na, ez egy jó szó vicc volt, tehát én nem írlak föl most azért. Jó. Egyébként ott van egy február 25-i bejegyzés is a jogi fórumon, ez a gyógyszer vagy nem gyógyszer történet, és dr. Kessler Ágnes tette közzé, ha jól látom. Ezúton is köszönjük szépen a munkáját. Mert hogy itt, igen, itt egy tanulmány van benne, ugye, ami rávilágít arra, hogy igen. Igen. Tehát rávilágít arra, ugye, hogy a termék gyógyszerminősége egyáltalán nincs alátámasztva, és az sem világos, ami az EU-ban zajlik jogalkotási folyamat szinten. Érdemes szerintem elolvasni ezt is többek között, hogyha a nemzetközi helyzet fokozódik, akkor tudjuk, hogy ilyenről is szó van. Én ezen egyébként egész nap forrongok, egy annyira szuper tuti jó kis napom lett volna, de én is ilyen ambivalens szar lett belőle, mert a ma megjelent cikkek a HVG-ben meg a Nolon, ezek teljesen kiverték nálam a biztosítékot. Melyikre gondolsz a Nolon, ez a tévedésből tiltották be a... Igen, nem maguk a cikkek, hanem az egészségügyi államtitkárságnak a cínikus szemét reakciója ezekre a dolgokra. Tehát érted, van egy egészségügyi államtitkárság, én nem tudom, milyen emberek dolgoznak egy államtitkárságon, de tegyük fel, hogyha jogértelmezési kérdésben valakihez fordulnom kell, akkor talán egy bírósági bírónak hinni fogok, egy
hogy hívják ezt, nem fog. Hú, nagyon fölmérgesítettem magam, mindjárt lenyugodtam. Szóval, igen, közigazgatási iskolába végzett, meg Isten tudja honnan szalasztott emberkék tengetik a mindennapjaikat az egészségügyi államtitkárságon, és ott jogértelmezésbe fognak. És azt mondják, hogy egy bírónak a szava, aki hoz egy jogerős ítéletet, az igazándiból csak egy elszigetelt eset, és nem kell komolyan venni, mert ők majd rohadtul jól meg fogják mondani, hogy mi a tuti. Hát mi? Mekkora bőr van ezeknek a képükön, de komolyan? Hát mert azt mindenre rá tudják húzni, hogy nálunk nincsen olyan, hogy precedens értékű per. Tehát... Nem is ezzel van a problémám, hanem a hozzáállásukkal. Tehát ez pontosan ugyanaz, mint 30 vagy 40 év, inkább 40 évvel ezelőtt a gyárigazgató sehol nem volt a portáshoz képest. Mert bizony a portás mondta meg a négy elemé, vagy te bemehetsz a gyár területére, vagy nem mehetsz be a gyár területére. Tehát ez a fajta hozzáállás az, ami kiveli a biztosítékot az embernél. Van egy szakember, egy jogász, aki hoz egy döntést, és ezt fölül tudja írni egy olyan ember, akinek lövése nincs a joghoz. Na jó, de látod, hogy neki ennyi elég, hogy azt mondja, hogy egyedi eset, egyedi elbírálás. Ha neked van ilyen problémád, te is elmehetsz a bíróságra nyugodtan, 2-3 évig majd pereskedsz. Halló, vétel. Nem hallasz? Na, kis technikai malőr volt, nem tudom, kiszakadt le miért és hogyan. Már az internet sem akarja, hogy mi beszélgessünk. Itt összeesküvés van. Szóval, hol is tartottam? Ott épp azt kezdted el mondani, hogy egy elszigetelt esetnek minősítik. Igen, igen, és akkor ezzel tök jó mindenre rá lehet húzni, hogy na, hát akkor majd most pereskedsz te is 2 évig, vagy megunod, vagy elfogy a pénzed, és még a végét se tudjuk, hogy mi lesz. Nem fontos úgy dönteni, ahogy azt az előző bíró tette, aztán ez lesz belőle. Előbb-utóbb meg fognak jelenni azok a döntések is, amelyek majd az ellenpólust fogják képviselni. Tehát most van egy darab nyert perünk, és ezzel szemben majd lesz egy darab vesztett per. És akkor teljesen jól fogják magukat érezni. Hát ne szóljon belőled a próféta. Nem, nem, abszolút nem a próféta szól, hanem a valóságérzetem. Tehát ennyi. Ne rontsd el a hétvégémet. De még egyszer mondom, nem akarok papírzacskóból vaperni, vagy vépelni, vagy e-cigarettázni. Tehát nem akarunk oda jutni, hogy ez legalább olyan kriminalizált dolog legyen, mint a cannabis. Mellesleg csak így megjegyzem, hogy a szabad cannabis szívás mellett azért többen írtak alá, mint az e-cigaretta mellett, úgyhogy mindenki csipkedje magát és a környezetét, hogy ez a kezdeményezésünk sikeres legyen, illetve a Krisztián kezdeményezése sikeres legyen. Ami csodálatos lendületet vet. Tehát öröm az ülőmben, hogy a múlt hét szerdai EP szavazás után, amikor ugye ezt a förtelmet átengedték és megszavazták, akkori még 18-as cikkelynek nevezett dolgot, hogy az akkora löket... Haló, haló. Megint megszakadtunk. Hát nem hiszem el, hogy itt tényleg valami bűzlik Dániában. Ó, Istenem, hol tartottunk, hogy megindult. Megindult. Megindult az aláírásgyűjtés. Igen, az öröm az ürömben, hogy ugye a szörnyű múlt hét szerdai szavazás után fölnyílott az emberek szeme, és nagyon megindult. Volt az aláírások szaporodása, amit előtte másfél hónap alatt 30 ezer aláírás gyűlt össze, most másfél hét alatt újabb 16 ezer aláírással gyarapodott, úgyhogy úgy néz ki, hogy nagyon sokan kivártak és remélték, hogy nem kell aláírniuk, és minden megoldódik majd a plenáris ülésen, és aztán amikor kiderült, hogy nem, ennek pont az ellenkezője lesz, akkor most neki durálták magukat, úgyhogy kerekednek a dolgok végre. Én úgy hallottam, hogy ez a történet ez úgy indult, hogy feliratkozott a podcast csatornánkra a Phil Buszárdó is, és épp ma láttam a publikus bejegyzését, amiben ő is felszólította a nemzetközi vépertársadalmat, hogy írják alá az FV kezdeményezését.
Dankezér, Phil. Nagyon, nagyon köszi. Mi volt én még? Én is. Mi volt még? De azért szép volt, nem? Tehát egy amerikaiak azt mondta, hogy danke. Igen. Nem merek már angolul beszélni, mert aztán meghallgatja Oszi, és azt mondja, hogy nem tökéletes a kiejtés, úgyhogy innen is csókollak, Oszi. Szerintem ezen túl, hogyha idegen nyelvű idézeteket akarunk, akkor csak klingonul fogjuk ezt mondani, mert abba azért talán nem tud belekötni. Igen. Kicsit szerintem menjünk a vidámabb témák felé, mielőtt mindenki agyvérzést kap. Elkalandoztunk a demisztifikációtól. Igen. Jó, igen. Akkor előtte még az. Igen, tehát, de ezt hozzá is tudjuk kötni a számomra oly kedves kezdőknek szánt témára, hiszen pont akik kezdők, azok, akik nap mint nap fölteszik a nagyon hasonló kérdéseiket, és abban is sok minden van, amit mi egész máshogy látunk, mint azok, akik a nagy plénum előtt ezt le tudják nyilatkozni, hogy károsabb, mint a cigi, vagy rákkeltő, vagy ellenőrizetlen, vagy fölrobban az akkumulátor az arcodban, és ezeknek a permutációi. Úgyhogy igen, azon bazi nagy hangsúly lenne szerintem, hogy mi is hallassuk a hangunkat, és mondjuk azt, hogy mi hogy látjuk ezt a történetet. Hát, hogy van a valóság? Na most, akkor itt van a, hogy nem tudom, valami reklámzene. Ez itt a reklám helye, mielőtt megint megszakadunk. Kedden, csütörtökön és vasárnap este 7-től 10-ig van egy kezdőknek szánt Google Hangouts, ahová nyugodtan föl lehet jönni, és lehet kérdezni az öregektől. Igen, szeretném megjegyezni zárójelbe, ha az öregektől van még hely a Hangoutban. Ha az öregektől van még hely a Hangoutban, de mindig arra ügyelünk, hogy tudjon új csatlakozó belépni, ugye a 10-es limit miatt. De aki följön és kérdez, az ugye egyrészt azonnal választ kap a kérdésére, másrészt tudunk kamerát is használni, tehát ha valamit meg kell mutatni, akkor azt kamerán keresztül mi is meg tudjuk mutatni, esetleg ő is meg tudja mutatni. Eddig minden ilyen Hangouts beszélgetésre egy-két kezdő beesett, de szeretnénk, hogyha egyre többen jönnének föl és tennék föl a kérdéseiket. Ami érdekes a számunkra egyébként, az, hogy mennyire másképp látja egy kezdő az e-cigarettát. Tehát az egyik ilyen podcastünkön jött egy amerikai úriember, egy ilyen 50, egy néhány éves korombeli amerikai úriember, aki azt mondta, és ezen annyira meglepődtem, és egyből eszembe jutott az Északi Átjáró című eposz. Ha valaki nem ismeri, majd Charlie kiteszi a linket a podcast alá, hogy tudjátok, hogy mi a baj ezzel az e-cigivel, mondja az amerikás magyar, hogy nem olyan könnyű, mint az igazi, és nem tudom a számba lógatni. Ez a legnagyobb problémám vele. Tehát nem is a füsttel volt baja, nem is azzal, hogy tölteni kell az eszközön, hanem hogy nem olyan könnyű, és nem tudja a szájába úgy lógatni, mint az igazi cigaretta. Én ezt megértem, nekem ez abszolút szempont volt az elején. De az elején ez egy rendkívül komplex dolognak tűnik, ez az egész e-cigaretta misztikum, hogy is fog itt az ember eligazodni, és nekem ez szempont volt, mert én akkor még bagósként, és egész nap lógott a pofámba a cigi, én azt gondoltam, hogy nekem ez fog hiányozni, hogy lóghat-e egész nap. Úgyhogy ez egy teljesen létező probléma. Illetve vezetés közben is milyen franki lenne, hogyha mondjuk egy csőmód, az tartható lenne a szájban. Jó, hát lehet tartani, csak legyen hozzá elég erős a záróizom. Meg a szuszpenzorok legyenek rajta, amik lebegtetik a cigarettát előtte.
Hát vagy szórakoztatni kell a fifika sapkáját. Vagy például így van. Az, hát az tök jó, hogy van ez a hangout, azt viszont én szeretném kérni, felhatalmazom magam, hogy ilyet kérjek, hogyha valaki oda följön, akkor legalább szólaljon meg, és mondjon egy pár szót, hogy miért van, vagy hogy talált oda, vagy mi a története, mert voltak olyan beszélgető partnerek, akik azt mondták, hát mi csak hallgatózunk. Hát ez tök jó, csak jó benne napot meg ilyen kívánok. Ambivalens érzésekkel Szócska tűnnek ilyenkor. Miklós vagyok, igen, és igen, igen. Hallgatózom. Igen. Tehát tök neki lenne mit hallgatnia, ne haragudjátok. De hát sose jön föl. Sose jön föl, majd egyszer beinvájtoljuk. Most már úgyis mindenkit meg lehet hívni a Google-be, csak beírod a nevét, és földobja, csetelhetsz vele. Szóval ez tök jó lenne. A másik pedig, hogy hát igen, ja, szóval van egy csomó olyan kezdő kérdés, amire megvan persze millió és egy helyen, és az az érzésem, vagy én nekem ezek a észrevételeim, hogy már nagyon kezd szegregálódni a magyar információ is ezzel kapcsolatban, hogy itt van, de nem, a másik oldalon, de ez az igazi, de én szerintem ez jobb. Én minden szent maga keze, vagy maga felé hajlik a keze, én beszoktam dobni a ecigi teszteknek, van egy ilyen kezdőszettek része, ahol mondjuk az Egyesület által ajánlott kezdőszettek is föl vannak sorolva, és akkor ott aki el akar indulni, az el tud indulni, aztán, hogy későbbiekben megjön az étvágy, aztán valahova fölfele lép, az persze az nyilvánvaló, hogy el tud akkor arra mozdulni, de jó kiindulási alap lehet az is. Mindenképpen azt gondolom erről a kezdőtő dologról, hogy várjuk meg, amíg az igény megjön, addig bőven jó neki az ego méret, bőven jó neki egy valamilyen alsó fűtőszálas, vagy esetleg egy halmányzerrendszerű kazán, próbálja ki. Helix. Nincs olyan, hogy halmányzer. Igen, kérem, igen, ezt mondom én is, csak ugye ők meg azt látják, hogyha följönnek a hangoutra, hogy mindenkinek legalább egy 40-50 dekás cucc van a kezébe, és aztán hát valamit kompenzálni akarnak, vagy mit tudom is én, de már engem is szólított meg pár emberke, hogy most megtekerte az első vattását, de hogy lehetne DNA 30-at, meg mennyiből lehet kihozni, és aztán úgy lefittyed a szájuk, mikor megtudják, vagy hogy mit tudom is én, nem tekert még Genesis, de most 40 percig szenved vele, és kezdőként, tehát nem biztos, hogy ez sikerélményt ad neki, hogy egy órát... Embere válogatja, én ezt a Genesis-es történetben résztvevő fiút, ezt innen is csókoltatom, tehát olyan kitartással és olyan lelkesedéssel csinálta, hogy öröm volt nézni még így, vén öreg vaperként is, ugye már 3 évet lassan eltöltöttem az e-cigarettámmal egyetembe, még így nézve is tiszteletre méltó volt a kitartása, és ami a lényeg, hogy 40 perc után azért ez meghozta a gyümölcsét, tehát meg tudta tekerni rendesen azt az NGP-t. Úgyhogy nincs ezzel semmi. Hát persze, csak erre mondom, tudod, hogy ember és ember között is különbség van, mert van, aki csak használni akarja, van, aki ezt hobbiként tekinti. Ugye nekünk egyébként az a legnagyobb bajunk, hogy mi ezt már nem csak használni akarjuk, hanem hobbiként is tekintünk rá. És hát ugye itt jön a DNA 30-as történet, hogy nem elég az, hogy kinek mekkora cigije, most már az is számít, hogy hány wattot tud. Az és akkor tiltva. A DNA 30. Igen. Micsoda? Génmódosított elektromos cigaretta. Ez az én bajom egyébként. Bármikor rákeresek akármilyen tutoriálra, ugye hát a DNS az angol száz nyelvterületen DNA, úgyhogy elég nehéz keresni, mert mindenhol a dezoxiribonukleinsavba bukkanok, azt meg nem szeretném szívni. Úgyhogy itt egy picit nehezebb. Azóta abszolút a szakértője vagy már. Akkor Charlie, légy szíves, mesélj valamit erről a projektről. Ezt ugye tudjátok, hogy még mindig nem adtunk tanácsokat a kezdőknek.
Nem is fogunk. A kezdőknek most adunk, Alácsapat nélkül. tanácsot, hogy ne ebbe vágjanak bele először például. Elmondtam az előző podcastben is, hogy megérti az ember, mikor elkezdi összeszámolgatni csak anyagárban, hogy hol tart a történet, és ahogy mi letesszük majd itt a podcast végén a pontot a legutolsó mondatra, utána hívom is egyből azt az emberkét, akivel egyezkedünk, de most aki tudja, tudja, aki nem tudja, az meg majd a végén megtudja, hogy kivel, de nem szeretném még ezt nagyon publikálni, majd kiderül, hogy mire jut a történet a végére, de szóval van millió és egy buktatója, pedig olyan egyszerűnek tűnik, ugye, hogy nem kell hozzá más, csak egy elektronika, vezetékek, meg aksi, aztán majd lesz meg valami. Egy doboz. Meg egy doboz. Na hát igen. De nem ebből áll a történet egyébként, csak és kizárólag úgy, hogy itt millió és egy változó van a képletben, majd ki fogja magát forni a dolog. Egyre jobban tetszik a történet egyébként, már ötletelés szintjén is. Most ez az egyik nagy kedvenc, a másik meg a roppant kompakt és hordozható méretű kezdőknek mindenképpen javasolt 26-650-es csövek, amik most a látómezőmbe tértek. Úgyhogy hát ilyeneket nézegetek én mostanság, de... Nincs is elegánsabb, mint egy WC papír gurigával. Én azt várom, hogy mikor fogunk azon versenyezni, hogy kinek van kisebb és kompaktabb kézikocsija, amivel az akkumulátort húzza maga után. Nem tudom, figyelj már, Fifika, beszéltünk a múltkori podcast. Nem. Banyatangba belefér nem. Egy kis autóval. A Krisztián se látta. Jaj, hát óriási Krisztián. Találtunk egy kikiáltási áron $1000-os modot. Hogy pardon? Ezer dollár. $1000 volt, hát majd, ha egyszer sorozatgyártásba kerül, majd ez lesz 300 is. Csak annyit mondanék, hogy körülbelül akkora kijelzője, mint a telefonodnak. SD kártya csatlakozó. Háttérkép, képernyővédő. Képernyővédő. 80 és 100 watt között termeli a gőznek az alávalót, úgy, hogy valami elmebeteg. Azt a 100 wattot azon gondolkoztam, hogy vajon mit tekersz, tehát szöges drótot duplán, vagy mi az, amit ráakasztasz. Nem, szöges drótot kleptonnal. Klepton coil. Hihet, na ez a másik kedvencem, ez a kínunkban már nem tudom, hogy mire teker, vagy mit tekerjünk. Nekem az új kedvencem, azt megint most láttam, ez a 032-re tekerek mest. És aztán, mikor ezt fölpödörtem, akkor vágom méretre, és ebből tekerek húzalt, és ebbe húzom bele a vattát. Szóval... Jó, olyan rip-tripperes őrület. Igen, a igen. Barbier, vagy igen, 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 igen. Ő az az ember, aki szerintem még a birka lábára is tekerne, ha lehetne, és lehetne izzítani. Tehát, hát ezek már elmebeteg dolgok. És akkor, mikor maga elé tart egy ilyen fél négyzetméteres mesh szövetet, és látom, hogy ilyen 1 centis csík, ilyen 20 centis, 30 centis darabra így fölvágva, és azt tekeri. Hát ez már a beteges történet. Tehát persze, akkor ilyen lehet egy-két órákat játszani egy tekeréssel. Ott ez nem sikerült, tekerek újat. Ez nem az a verzió. Szóval visszatérve a kezdőkhöz, igen... Kerestek engem is privátban is, hogy lehetne szerteni mondjuk egy ilyen DNA 30-ra, mondjuk úgy, hogy készen van már a történet. Én meg mindenkinek azt mondom, hogy hát próbálja meg saját maga, tapasztalja ki, hogy mi az, ami őt érdekli, vagy megmozgatja, mert valakinek az elektronika, valakinek a VV, valakinek a DNA, valakinek a mehamod, világa tetszik. Én úgy vagyok, hogy nekem ez is tetszik, az is tetszik. Ilyen is van, olyan is van. Mindenki járja végig a saját útját, aztán meglátja, hogy mi az, ami számára igazán be fog válni. Én azt tudnám tanácsolni egyébként, hogy kezdőként nagyon nem érdemes modokba gondolkodni. Tehát én pont a múltkor gondolkoztam ezen, hogy kellett valakinek ajánlani, hogy
hogy milyen készüléket vegyen, és saját tapasztalatból kiindulva addig, amíg, tehát elkezdesz elcigizni, szuper, remek, valószínűleg azért kezded el, hogy ne bagózzál, kevesebbet bagózzál, stb. Hát ott azért még elég rögös az út, sok mindenen keresztül kell esni, és miután eljutott az ember oda, hogy vaper válik belőle, nem bagózik már, és tudja, hogy Fifika is említette, hogy meg fog ez a jó hobbi maradni nála, és ő már pedig vaper lesz, akkor érdemes el, és kinövi a kis ego méretű készülékét, és úgy érzi, hogy most már a határokat feszegeti, akkor érdemes szerintem csak elkezdeni ezekben a szörnyekben gondolkozni, mert rendkívül jó eszközök, de nagyon, nagyon sok törődést igényelnek. Hát a törődés az egyik, és akkor így finoman át tudok kötni a másik témára is, meg hát ugye a technikai hozzáértés is, hiszen most én nem akarok senkit megsérteni, vagy megbántani, de mondjuk egy hentes nem biztos, hogy kézügyességre ugyanazt tudja, mint mondjuk egy finom gépekkel foglalkozó műszerész, vagy valami hasonló, és neki tényleg az lehet az alternatíva, hogy kiváltsa a cigarettát, kész, boldog, mindenki örül. A másik embert meg nem biztos, hogy csak az érdekli, hogy valamit szívjon, hanem engem is leköt, hogy húzzal tekerek, hogy az milyen, hogy az hogy sikerül, hogy mit húzok bele, milyen gőze van, milyen íze van. Egész más, de hát ez a jó benne, hogy mindenki meg tudja találni a számításait, és ehhez például nagyon jó segítség lehet. Találtam két darab linket, az egyik az egy blogról származik, a vapedoktor.com-ról. Ő ott konkrétan leírja, hogy ahhoz, hogy te egy mehamodban, tehát egy olyan csőben, amiben semmi elektronika, semmi védelem van, vagy védelem nincs, mi az, amivel foglalkoznod kell mondjuk egy akkumulátor kiválasztásánál, vagy mi egyáltalán az ismérve ennek. És ott szépen le van írva, ohm törvénye is, aki nem ismeri, az itt meg tud vele ismerkedni. A legfontosabb, ugye, amit már az előzőben is mondtam, az akkumulátorok tekintetében megismerni, hogy mit tud az aksi, hol van a határa, ahhoz, hogy mi biztonságosan üzemeltethessük. És ezért mondom, hogy nem is biztos, hogy ez kezdőnek való, ugyanúgy, ahogy a Krisztián, te is mondtad. Ott nagyon szépen le vannak írva az oldalon is, és majd egy másik linket is berakok. Az elterjedtebb aksik, hát kinek mi az elterjedtebb, AV aksik, Panasonic, Samsung, Sony, nagy terhelhetőségű, nagy áramkorláttal rendelkező aksik is, FS-tek is ott vannak például, és le van írva, hogy mondjuk, itt nézem, a Sony 18650-es VTC4-es aksija 2100 mAh, 30 amper áramkorláttal. És ezzel nagyon szépen tudsz akkor kalkulálni, hogy a következő táblázat majd, amit berakok a show notes-ba, ott le van írva, hogy ehhez az aksihoz ez az áramkorlát van megadva, mint folyamatos, ott van egy maximális áramkorlát, és amit néhány aksinál lehet is látni, van egy C érték, hogy mit tudom is én, 8C-s, vagy 6C-s, vagy 6,5. Ebből ki lehet számolni az áramkorlátot is, de egyébként van ott egy ajánlott ohm érték is, például itt nézem véletlen megint egy 26650-es FS-t, 3000 mAh, 30 amperrel lehet terhelni, és itt van az egyik oszlopban, ezt 0,5 ohmon ajánlják használni, biztonsággal lehet lejjebb is venni, észszerűen és odafigyelve, de ez az, ami egy iránymutatás lehet. Majd ezt is berakom a show notes-ba, pláne, hogyha megtalálom a kékfény főcím zenéjét. Igen, azért nem árt ezekkel a korlátokkal tisztába lenni, mert tele van a net hülye tekerésekkel. Ezúton is csókoltatom az összes filippínót, aki ilyen 0,2 ohmra tekerés háttérvilágított lámpába okádja a gőzt. Nem ez a cél. Ennyi. Hát el lehet érni máshogy is azt a gőzt. Én azt nem is értem. Én így drasztikusan elszúrok valamit, és a szokásos ómom alá tekerek, hát konkrétan égeti a likvidet.
teljesen más íze van. Tehát én elképzelni sem tudom, hogy így nagyon drasztikusan egy óm alatt, hogy lehet azt élvezhetően kihozni. Ki lehet pedig, mert most is ilyen 0,7-en szívom a... De te duhába. Nem, ez single. Typhoon-ban. Jó. De nem ez a cél, tehát persze. Maradjunk hát várjál, kinél nem ez a cél? Poncsó, a realitásoknál. Gergő. Jó, most mondták két embert, és mi van a többi 20 000-rel? Na jó, csak érzed, hogy a fórumon is, vagy egy pár olyan oldalon, ahol ezekkel megy a beszélgetés, már majd, hogy nem lenézett az az ember, aki egy óm fölé mer tekerni. Hát hogy van ez? Hát a kúzi pelszót is miért tesztelném én 1,4-en? Hát az nem üzemi egy ilyennél. Szóval ilyen beszélgetések is vannak, és aztán hülyén érzi magát az ember, aki meg mondjuk nem így használná. Pedig hát pont ez a szép benne, hogy mindenki úgy használja ezeket az eszközöket, ahogy neki jó vagy szeretné. Mi van, leültetek, mint az iszap? Én is épp most nézem meg azt az aksit, amit én használok, hogy az mit tud. De az a baj, hogy ilyet igazából nem is találok. Nekem most jöttek meg a nagyon fincsi Sony aksik, 4 darab, úgyhogy föltöltöttem őket, és csatasorban várják a beüzemelését az elektronikának. Azért majd demisztifikáljunk is egy kicsit. Oké, demisztifikáljunk, nincs még betiltva. Mondjam? Mondjam. Igen. Ja, jó, hát a legáltalánosabb tévhitek, amik keringenek kín az utcán, és találkozni lehet vele, tehát vagy vadidegenek rászólnak az emberre, vagy hallja innen-onnan. A legáltalánosabb mostanában ugye az elmúlt másfél év média hadjárata után, hogy be van tiltva az elektromos cigaretta. Erre mindenki tudja, nem, nincs betiltva az elektromos cigaretta. Ha ennél tovább megyünk, akkor a kicsit jól értesültebbek azt mondják, hogy be vannak tiltva a nikotinos utántöltő folyadékok. Erre a válasz az, hogy nem, nincsenek betiltva a nikotinos utántöltő folyadékok. Egy nagyon-nagyon kellemetlen és kimászhatatlan jogi csapdába van taszítva a szituáció. Nincs betiltva a nikotinos utántöltő folyadék, csak senki nem meri kockáztatni, hogy árulja. Hát ez kicsit majdnem olyan, mint a torrentezés. Hogy ugye magáncélra letölthetsz, de te meg nem oszthatsz. És ez ellent mond azzal, ahogy ez működik. Hogy ugye letöltesz és megosztasz. Ez is pont ugyanolyan, hogy szívni szívhatod, de gyakorlatilag nem veheted meg sehol. Illetve, bocsánat, nem forgalmazhatja az nyugodtan az, aki forgalmazná. Igen, ezt tegyük hozzá, mert akár forgalmazhatná is. Tehát itt arról van szó, hogy arra utaznak, hogy gyógyszergyártói engedély kell hozzá, ami nagyjából elég arra, hogy az egész ipart ellehetetlenítse ez ügyben Magyarországon, de nincsen betiltva, nem létezik olyan jogszabály Magyarországon, ami ezt tiltaná. Maximum egy fél félreértelmezett jogszabály, ami már megbukott a bíróságon, és ellenkezik az alaptörvényünkkel is. Tehát nem, nincsen betiltva. A másik ilyen, amivel, vagy várjál, ha csináljuk, mondjátok. Hogy csináljuk, hogy én vagyok a rossz zsaru, te meg a jó zsaru. Jó, csináljuk. Mondom, rákkeltő a nikotin. Butaság, ez az egyik legnagyobb butaság, amit szoktak mondani, nem. A rákkeltő anyagok a dohányzásban az összes többi összetevő, és nem a nikotin. Amit a dohánygyárak nagyvonalúan szeretnek elintézni a dobozra ráírt kátrány felirattal, és a dohány égésekor felszabaduló több száz mérgező vegyület és rákkeltő anyag az, ami rákkeltő, a nikotin önmagában egyáltalán nem rákkeltő. Következő. Fagyálló folyadék van benne. Fagyálló folyadék van benne. Igen, ez igaz.
Ez igaz egyébként, ez nem hazugság, ez egy elképesztő nagy csúsztatás. Tehát a propilén glikolt, mint alkoholt, azt alapvetően szokták olyan élelmiszeripari és kozmetikai szerekhez adagolni, ami nem lenne jó, hogyha megdermedne alacsony hőmérsékleten. Tehát valóban az egyik összetevőjét a propilén glikolt szokás fagygátlásra is használni, de ez nem az a fagyálló, amit az autóba beletöltesz és mérgező. Tehát ez egy pofátlan csúsztatás. Károsabb, mint a cigaretta. Attól függ. Igazából pont most az előbb volt róla szó, ugye, hogy az amerikai úriember kifogásolta, hogy ez nehezebb, és emiatt akár lehet is károsabb, mint a cigaretta, mert hogyha a harmadikról egy mehamód esik a fejedre, akkor az lehet, hogy adáson nem jött vége. A beszélgetés további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod.